165 országból 31 ezer cserkész vett részt Chilében a cserkészek 19. világtalálkozóján december végén és január elején. A magyarországi csapatot többek között Pécsről Varsányi Lenke képviselte. Gondolom a legtöbben, akik nem vettek részt hasonló világtalálkozón, el sem tudják képzelni, hogyan élhet ennyi ember együtt. Hogyan történt ez? Hát valóban hatalmas területet foglalt el a jambori. Közel 3000 hektáron éltünk együtt 10 napig, 31 ezer cserkésztestvérünkkel együtt. Maga a tábor három nagy egységre osztott, három nagy falura, és ezek tovább összesen 24 altáborra. És ezek ez a 24 altábor tovább kisebb 40 fős egységekre. Tehát például az amerikai kontingens, ahonnan közel 2000-en voltak, ők is kisebb részekre oszlottak szét. Az altáborok dél-amerikai, közép-amerikai indián törzsekről kapták a nevüket, és ennek megfelelően a programok alkalmával megismerkedhettünk ezeknek a kultúrájával. A mi altáborunk a Garaniz indián törzs nevét viselte. Magyar tábor szomszédai, ezen a jamborin a Fülöp-szigeti cserkészek voltak, chileiek, dánok, valamint a közép-amerikai, kosztarikaiak. Mit jelent az a szó, a jambori? A jambori szót Baden Powell, a cserkészet megalapítója hozta be az angol nyelvbe, ami világtalálkozót jelent, és most már több szervezet kezdik használni saját világtalálkozóira, de eredetileg cserkész világtalálkozót jelentett. Lenke, mitől lehet egy cserkész cserkész? A cserkészet az egy életforma. Nem lehet egyik napra a másikra cserkészé válni, de hosszú ideig tart, amíg valaki valóban megismerheti, rájöhet a cserkészet lényegére. Kezdetben csak azt látja meg, hogy milyen jó együtt kirándulni, felfedezni a természet apró szépségeit, kalandos túrákon részt venni, akadályversenyeken, együtt játszani, énekelni. Később, ha valakiből vezető lesz, akkor megint más jelent a cserkészet, akkor már a nevelés is fontos feladat lesz, és az, hogy átadja a gyerekeknek is azt az élményt, amit ő kapott egykoron. Tehát a cserkészetet egy angol férfi alapította, akit mi cserkészek csak Bipinek nevezünk. 1908-ban írt egy könyvet, Cserkészet fiúknak címmel, ami nagy sikert adatott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében, és ennek alapján döntett el, hogy egy kis szigeten ez a gyakorlatban is kipróbálja a könyvben leírt dolgokat. Megalapultak sorra a mozgalmak, másodikként Chilében alakult meg a cserkészet, tehát rohamosan terjedt. Magyarországon 1910-ben alakult meg. Cserkészet, mert fontos gondolata az egymáson való segítés. Azt a jamborin is megvalósítottuk, és a szervezők egy napot szántak arra, hogy minden résztvevőt kivezényeltek kisebb városokba, falvakba, a jambori környékén, ahol különböző közmunkákkal segítettünk az ottaniakon, illetve együtt dolgoztunk velük. Voltak, akik földeken kapáltak 35 fokban, mások templomot festettek, vagy középületeket tettek rendbe, vagy éppen focipályát újították fel. Milyen feltétele volt annak, hogy valaki kijuthasson Chilébe a világtalálkozóra? Hát hosszú folyamat volt, aminek során kiválogattak minket. Márciusban be kellett adni egy pályázatot a jelentkezőknek, ami tartalmazott többek között egy kiállítás vagy tabló tervet a magyar kiállítósátorban, amit a jamborin állítottunk fel, önéletrajzot és még különböző feladatokat kellett teljesíteni, például a szponzorkeresés, ami a legnehezebb feladatok közé tartozott, ugyanis minden résztvevőnek minél több szponzort, támogatót kellett keresni, hogy kijuthasson. Ez még a válogatás előtt volt, és volt egy alkalom is, amikor egész napos megmérettetés
volt, aminek során megállapítottak egy sorrendet a résztvevők között, és ezután következett egy nyári felkészülőtábor, ahol alaposan felkészültünk a dzsemborira, hogy méltón képviselhessük a magyar cserkészetet és Magyarországot. Egy másik nyári tábor alkalmával tanultuk be a néptánc koreográfiákat. Két táncot vittünk, volt egy felvidéki karikázó és egy sárközi páros tánc, ami nagy sikert adatott a dzsemborin. Mennyire voltatok népszerűek a táborban, ha lehet ilyet kérdezni? Igen, lehet. Szerintem eléggé meg tudtuk magunkat ismertetni a többi ország cserkészeivel. Próbáltunk mindig vidámak lenni, és jó kedvet hozni a társaságba. Minden nemzetnek volt egy kiállító sátra, erre egy külön hely volt kialakítva, és minden nemzet próbálta minél jobban bemutatni a saját kultúráját, népét, cserkészetét. A magyar sátrat sokan látogatták, ugyanis 1933-ban tartották a 4. világtalálkozót Gödöllőn, ami nagyon jól sikerült dzsembori, és még most is nagyon emlékeznek rá a külföldiek, mind a magyarok. És az új év első napján volt egy olyan program is, melynek során minden nemzet elkészítette a saját étel specialitását, és utána mindenki megkóstolgathatta a másik ételét. Úgy tudom, nem csak többféle nemzet élt együtt a táborban, hanem több különböző vallás is. Ezek hogyan fértek meg együtt? Semmi gond nem adódott ebből, abból, hogy valakinek más volt a bőrszíne, kultúrája, vallása. Ez a dzsemborik lényege, hogy megismerjük egymást és elfogadjuk olyannak. Több vallási sátor volt felállítva a dzsembori területén, és volt egy olyan program, melynek keretében meg is kellett ismerkedni valamelyest ezekkel a vallásokkal, információkat gyűjteni róla. Ez abból állt, hogy nemzetközi őrsöket kellett alakítani, legalább 4 nemzetnek kellett lenni az őrsben, és 8 tagnak kellett lenni, és közösen el kellett menni ezekbe a vallási sátrakba is többek között. Úgy általában hogyan telt dzsemborin egy nap? Nagyon változatosan, minden nap más programon vettünk részt, minden nap más kalandot rejtett magában. Voltak foglalkozásszerű programok is, ahol a technológiától, tudományoktól, kezdve a népművészetig mindenféle program megtalálható volt. Voltak sátrak, ahol globális problémákról lehetett beszélgetni más nemzetekkel együtt. Természetesen voltak belevalóságot, kalandvágyat igénylő programok is. Például mi egy túlélő túrán vettünk részt. Azaz? Az Andokba föl kellett másznunk jó magasra, és például egy nagyon meredek szakadék fölött kellett átjutnunk kötélen. Egy másfél napos sportja volt a legjobb élményem, illetve élményünk. Reggel indultunk, és másnap érkeztünk meg a táborhelyünkre, azaz Andokba volt egy ilyen kisebb, nagyobb kirándulás, amit tulajdonképpen rövidnek tűnt, mert 5 kilométert kellett menni, de ez mind fölfelé, meredek sziklák között, és nagyon érdekes volt a táj. Tehát valahol kopár az Andok, és hatalmas kaktuszok vannak, más növényzet nem is igen található, más részein viszont dús növényzet, akár itt a mecsekben. Nagyon ellentétes arculatú. És fönt csaptunk egy hatalmas tábortüzet a többi nemzettel együtt, jókedvű éneklés, játék volt. Ez szerintem mindannyiunk számára rejtetetlen volt. Hogyan marad meg emlékezetedben ez a dzsembori? Hát mindenképpen vissza szeretnék majd menni egyszer. Nagyon sok barátot tudtunk szerezni. Nagy levelezés folyik, és remélem, hogy megmaradnak ezek a kapcsolatok, és majd később találkozunk valahogy az élet során.